Patrónánk, ég és föld királynője. Ezt a címet viseli Orbánné Zsoldos Anna kiállítása, amely augusztus 15-én Nagy Boldogasszony napján a Kertvárosi Közösségi Házban várta az érdeklődőket. A tárlat a 100 éves Újdombóváron álló Nagy Boldogasszony templom felszentelésének 85. évfordulója tiszteletére nyílt. Egy olyan képsorozattal lepte meg a pécsi közönségét, a Cisztercieknél egy gyönyörű kiállítást rendezett Máriáról. És akkor úgy gondoltunk, hogy nincs méltóbb, mint sem, hogy egy ünnepi tárlatot szervezünk Boldogasszonyról, ráadásul mindezt egy Dombóvárhoz 1000 szállal kötődő festőnk, festőművészünk, Zsoldos Anna képeivel tehetjük. Takács Istvánné helytörténész úgy fogalmazott, a lélekben gazdag kiállítás, mely Magyarország védőszentjének, Szűz Máriának az életútját mutatja be, igazi gyöngysor. Az apokrif irodalomban található legtöbb Mária történet, legenda, amit úgy elolvasgattam, és hát úgy gondoltam, hogy megpróbálom a saját sorozatomat kialakítani, az saját elképzeléseim szerint. Utána olvastam a bizonyos történeteknek, hogy azért mégis hiteles legyen az egész. Nagyon figyeltem arra, hogy ezek a színek és a szimbólumok azért helyen legyenek, tehát ezek nagyon fontosak voltak, ugye a régi művészek, az elődök hagyományait folytatva. A képek között magyar falvini Haszonics Krisztina kalauzolta a közönséget, és méltatta Orbánné Zsoldos Anna munkásságát. A rendezvény után imaóra és ünnepi szentmise következett az újdombóvári templomban, ahol a templomot megálmodó építész dr. Fábián Gáspár unokái is jelen voltak, és meséltek nagyapjukról.